Hello, sziasztok! Eszti vagyok, és ma ezt a szupergyors nyári fogást fogom elkészíteni. Gyertek, megmutatom, hogyan. Első lépésként felszeletelek másfél gereszt fokhagymát, amit egészben hagytam, azt most félreteszem, később fogom használni. Ezután jöhet egy jó nagy csipet friss petrezselyem, amit csak nagyjából felaprítok. Majd lereszelem egy lime és egy citromhéját. Ti használhatjátok akár ezt is, azt is, vagy ugyanúgy keverve, mint ahogy én is, egyszerre mindkettőt. Szükségem lesz még egy kis friss csilire is, amit először felszeletelek, majd pedig apróra vágok. Ezt ti, hogyha gondoljátok, ki is hagyhatjátok a receptből, viszont a tengergyümölcse nagyon-nagyon szereti a csípőset, és én is, úgyhogy én jó sokat teszek bele. Előmelegítek egy serpenyőt, körülbelül egy teáskanálnyi kókuszolajjal. Ti természetesen használhattok bármilyen olajat, nekem viszont ez a kedvencem. Amikor a serpenyő és az olaj még nem meleg, belerakom a fokhagymát és a csilit is. Azért most, mert így nem fog megégni, viszont ki fogja tudni adni az összes aromáját mindkét fűszer. Hogyha ti a recepthez használtok lilahagymát is, azt vágjátok nagyon-nagyon apróra, és most tegyitek hozzá a fokhagymához és a csilihez is, hogy szépen megpárolódjon és ne maradjon nyers. Amikor felforrósodott a serpenyő és minden, ami benne van, akkor dobok mellé két kisebb kocka vajat, a megadott mennyiségnek körülbelül a felét. A vajat elkeverem és felolvasztom. Amikor már forró a vaj, akkor jöhet bele a tengergyümölcsemix, amit, hogyha fagyasztottat használunk, mint ahogy én is, nyomkodjátok ki belőle a benne lévő vizet mindenféleképp. Szórjátok meg a citrom és lime héjjal, majd pedig sózzátok és borsozzátok. Mindent jól keverjünk el, majd pedig főzzünk meg, körülbelül 3-4 perc alatt. Hogyha ti is tengergyümölcsekeveréket használtok, akkor a garnila az, ami meg fogja nekünk adni, hogy meddig főzzük a keverékünket, ugyanis az a legvastagabb, és így módon az fül át a leghosszabb idő alatt. Hogyha csak sima garnilát használtok, akkor igazából nincsen probléma. A lényeg az, hogy minden tűzforró legyen, és át legyen főve. Ezt megnézhetitek akár egy maghőmérővel, vagy pedig, hogyha szétvágtok egy garnilát, akkor, hogyha megnézitek a közepét, hogy tűzforró, akkor készen van. Hogyha ugyanúgy tengergyümölcsömixet használtok, mint én, akkor nézzetek meg a csomagolást, ugyanis előfordul, amelyik már előfőzött. Hogyha előfőzött, akkor nincsen más dolgotok, mint hogy 1-2 perc alatt mindent felforrósítsatok, és már készen is van. Javaslom, néha nézzétek meg, hogy áll a tengergyümölcsétek, mert hogyha túlfőzitek, akkor előfordulhat, hogy rágós lesz. Én közben meglocsolom egy kis citrom és lime lével, majd pedig jól összekeverem, és készre főzöm. Ez a recept is, mint mindig, a leírásban megtalálható lesz, és a Discordunkon is. A heti főzősónk a Twitch-en, aminek a linkje szintén a leírásban lesz. Most is szombaton, délután 1 órakor kezdődik, ahol várunk benneteket szeretettel. Amikor már majdnem készen van, akkor megszórom egy kis friss petrezselyemmel. Jól elkeverem, és mellé dobom a maradék vajat. Ezután ismét jól megkeverem és felolvasztom a vajat, majd pedig teszek hozzá körülbelül 0,5 deciliter vizet, azért, hogy a vaj és minden más, ami a serpenyőbe esetleg lesült, finom szaftot alkosson. Én ezt most pirítósra fogom tenni, de hogyha szeretitek a tésztát, akkor főzzetek esetleg spagettit vagy bármilyen más tésztát, és keverjétek össze a kész keverékünkkel, úgyis isteni finom lesz. Körülbelül így fog kinézni, amikor készen van. Ezután én fogom a két szelet forró pirítósomat és a maradék fél gereszt fokhagymát, és bekenem őket. Ezután már nincs is más dolgom, mint hogy a pirítósra halmozzam a kész tengergyümölcsekeveréket a szósszal együtt, teszek mellé némi friss salátát, megszórom citromhéjjal, friss petrezselyemmel, és persze még egy kis csilivel. Remélem, ti is kipróbáljátok, jó étvágyat kívánok hozzá, és mint mindig, várlak benneteket legközelebb is szeretettel. Addig is sziasztok!